Isten hozott mindenkit a könyvklubnak a mai beszélgetésén. Nagyon benne vagyunk már így a nagybőjti időszakban. Próbáltunk egy olyan novellet választani, ami ide kapcsolódik. Barabásnak a története lesz így, és talán hogy az érdekesség, hogy majd úgy fogom elhelyezni így itt ezt a megosztott anyagot, hogy annyira egy érdekes, különleges novella, hogy ennek van fölolvasott változata, hangos változata is. Aki olvasni akar, vagy meghallgatni, tegye meg, érdemes. Köszöntöm így akkor a beszélgető partnereket is, Sándor Ilonát, Hegedűs Istvánt és Kenyeres Jánost Budapestről. Isten hozott mindenkit. Vágjunk bele akkor a történetbe. Én is köszöntök mindenkit. Egy nagyon izgalmas, különleges témájú, Karintitól nem megszokott stílusú írásról lesz szó a mai nap. Ez nem egy karintis novella, én azt hiszem, nem egy tipikusan karintis novella, a Barabás című. Hogyha Karinti Frigyes neve jut eszünkbe, akkor bizonyára a paródiáira gondolunk, a karikatúráira, a humoreszkjeire. Biztosan olvastuk a Tanár úr kérem című kötetben lévő kis humoros írásokat, a diák élet csíntevéseiről. Ugye magyarázom a bizonyítványom, nekem most ez jut eszembe. Vagy az Így írtok ti paródia kötetre is gondolhatunk 1912-ből. Tehát ezektől az írásoktól azért valóban eltér a Barabás című novella hangulata, témája. Nem megnevettett minket itt Karinti, hanem nagyon is rádöbbent valamire. És talán így a rádöbbentés eszközével valami nagy igazságra döbbenünk rá, vagy figyelünk fel. Erről fogunk a mai nap beszélni. Még annyit szeretnék elmondani, hogy ez a novella 1917-ben íródott, és 1918-ban jelent meg a Krisztus vagy Barabás című kötetben. Ennek a kötetnek az az alcíme, hogy Háború és béke. Az itt szereplő novellák a háború és béke témakörét járják be, és az sem eltitkolt dolog, hogy Karinti egy nagy pacifista volt, a békéért szállt síkra, elutasított a háború borzalmait, embertelenségeit. Mennyire kapcsolható a Barabás ehhez a vonulathoz, tematikai vonulathoz? A kegyetlenség elutasítása, az öldöklés, az embertelenség elutasítása? De én akkor itt inkább a Barabást a Bibliához kapcsolnám legelőször is. Tehát vizsgáljuk meg ezt a kapcsolódást, mennyire más ez a történet, mennyire hasonló, de mennyire más ez a történet, mint amit olvashatunk a Bibliában, mind a négy evangéliumban. Barabásról, Krisztusról és Pilátusról. Jó, és akkor kezdjük így a beszélgetést, tehát idézzük fel a Barabás történetét, és nézzük meg a bibliai vonatkozásokat. Ki vállalkozna erre? Örömmel. Ugye a Passiónak egy meghatározó, önálló kis története, hogy ott a Jézust egy pár nappal korábban ünneplő tömeg kap egy lehetőséget arra, hogy megmentse Jézust. Pont a húsvéti zsidó hagyomány alapján, hogy lehetett közkegyelmet kérni. És ez egy nagyon érdekes teológiai szempontból, hogy ha bár ez megvan ennek a lehetősége, hogy az emberek Jézust, az ártatlant, a gyógyítót akarják megmenteni a hatalomnak a kezéből, mégis a teljesen világos bűnöző halálra ítélt számára adják meg a kegyelmet, és Jézus pedig keresztre küldik. Tehát ez tulajdonképpen az első szinten maga a szenvedés történetnek egy olyan csúcspontja, ahol találkozunk azzal, hogy meg lehetne, elvileg meg lehetne menteni Jézust, és ez nem megy.
hogy a szenvedés tulajdonképpen, hogy kell, hogy legyen, hogy a megváltás létrejöhessen. Ez ami a bibliai történet. És ennek tulajdonképpen nagyon szép újraértelmezése a mostani novellánk, ami pedig arról szól akkor, egy szabad költői, írói képpel, hogy a föltámadt Jézus visszamegy Pilátushoz, és azt mondja, hogy ismételjük meg ezt a kérdést, mert az emberek nem tudták, hogy mire mondtak akkor véleményt. És úgy megy már vissza, hogy összegyűjti azokat az embereket, akik már közben a pár napban megtapasztalták Barabásnak és a Barabás által jelzett hatalmi kiszolgáltatottságnak, erőszaknak a kárját az életükben. Összegyűjti, mindenki belátja, hogy rosszat mondott, oda mennek Jézussal, Pilátus elfogadja azt, hogy újra fölteszi a kérdést, hogy kit bocsássak szabadon, és ugyanaz történik, mint 3 nappal korábban, ugyanúgy azt fogják kiáltani, hogy Barabást. Tehát, hogy hogyan ismétlődik meg az emberi szabadságnak a hiánya. Talán itt állnék meg. Nagyon szépen összefoglalta Tamás atya a Karinti novellának a folyamatát, és azt, hogy ez mennyire kapcsolható a Bibliához, a bibliai történethez. Mivel ad többet itt Karinti a történethez, János szerint? Tehát ez a dramaturgiai fogás, amivel Karinti él, ez mennyiben újítja meg ezt a történetet? Itt az emberek még egy esélyt kapnak a Karinti novellájában. Ugye már, ha az evangéliumokat elolvasok, és én most elolvastam mind a négyet, ahol mind a négyben szerepel, egy picit eltérnek egymástól is egyébként, hogy pontosan mi történik. Egyik kiegészíti a másikat, vannak olyan részletek, amelyek nem mindegyikben szerepelnek. Tehát ha a négyet együtt olvassuk, akkor nagyjából hát, rekonstruálható a történetiség szintjén, tehát össze tudjuk adni a négyet. És hát, hogy ki a felelős, ugye itt különböző hangsúlyok vannak, hogy a főpapok beszélik rá az embereket, hogy a Jézust válasszák. Most itt megnézem, tehát ezt a Máté 27. fejezet, a főpapok és vének pedig rá beszélik a sokaságot, hogy Barabást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. Akkor Márknál talán erről pont így nincsen szó, de most akkor mondok még egy példát, ahol Jánosnál, Kajafás pedig az valaki tanácsolta vala a zsidóknak, hogy jobb, hogy egy ember vesszen el a népért. Ez egy kicsit már, ennek már ugye teológiai jelentősége is van visszamenőleg, tehát a Jézus az, aki feláldozza magát az emberiség bűneiért. Egy picit ebbe benne van, de nyilván itt ebben az adott kontextusban ez nem feltétlenül így értelmezendő. Tehát minden esetre, tehát itt a Karintinál arról van szó, ahogy hát, tudjuk, hogy még egy esélyt kapnak az emberek, a sokasság, vagy akár a nép, ugye ez is, hogy ez pontosan kikről van szó, ez is talán vitatott, hogy pontosan, mert itt nyilván egy tömegről van szó, hiszen már utólag tudják, hogy rossz választást tettek, és Barabás egy gonosz tevő, aki mindenkit tönkretesz a novellában. Nem csak tönkreteszi őket, hanem fizikai valójukban is majdnem megsemmisíti őket. Tehát pontosan tudják, hogy milyen nagyon rosszul választottak. És akkor, amikor megvan az esély arra, hogy jól válasszanak, hiszen Jézus új törvényt kér magára Pilátus előtt, és ugye azok az emberek, akiket tönkretett, családjukat elveszítette, vagy elveszítette, szemét kiszúrta, tehát borzalmas történetek vannak. Ezek az emberek egyenként, talán érdemes is lenne ezt felolvasni, mert ez egészen elképesztően jól van megírva, tehát egyenként mindazt kiáltják persze, hogy Jézust engedje el Pilátus, azonban valahogy ez az összhang, ez nem összhangá áll össze, hanem épp az ellenkezőjét kiáltja a tömeg, ami egy
borzalmas fejjé alakul át, és Barabást kiáltja a tömeg, holott egyenként mindenki Jézust választja. Na most, hogy ennek mi a jelentése? Igen, igen, mik az okai? Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy ez, hát, hogy ez így van-e. És hát, ha most a korabeli kontextusban nézzük, ugye az első világháború idején írta Karinti, akkor nyilván lehet úgy is értelmezni konkrétan, hogy az emberek mind békét szeretnének egyenként, de valahogy mégis úgy áll össze a történelem menete, hogy háborúba mennek is egymást gyilkolják. De hát nyilván van ennek egyéb, még ennél is sokkal általánosabb jelentése, hogy az emberek képtelenek együttesen jól cselekedni. Megvan a jó szándék bennük, a jót választanák, de valahogy együtt a közös akarat, a közös vektor, az valami borzalmas lesz. Nagyon megrázó a történet, és hát igazán felkavaró. Nem erre számít az olvasó sem, ugye, hogy ezek a megnyomorított emberek megint csak egy összhangban, külön-külön ugyan a Názáretit választják, Jézust választják, de egy fejé változva a tömeg mégiscsak Barabást választja. István, számodra mit jelent ez a Barabás, úgynevezett Barabás jelenség? Te mivel magyarázod ezt? Az általános gonoszságnak a jelképe, én úgy tekintem, és hogy talán Karinti azt is akarja talán többek közt mondani, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért, de még a végső győzelem a gonoszság fölött az még nem érkezett meg. Tehát ezért csillan elő Barabásnak ez a degenerált ronda arca, amikor tényleg a tömegben az egyének azok mind Krisztus mellett állnának, de végül vagy az nem sikerül. Kicsit pessimista talán az egész, hogy ez, mert végül is ez nem történt meg elsősorban, és azért a jó is győzelmeskedik, azért nem csak a rossz győzelme, ami biztos. És én is a történelmi háttéren keresztül próbálnám megélni, hogy valóban Karinti is, Babics, még ez a fiatal orvos Szent Györgyi Albert is ellenezték a háborút. Még maga Tisza István is, ugye? De nem sikerült megállítani a háborút, és nem sikerült megállítani azt a borzalmas öldöklést, ami az egész világháborúnak minden fronton ez történt, ugye? Szóval nem tudom, hogy pontosan mit érezzek ezután, mert ez egy tulajdonképpen nagyon pesszimista történet. Igen, ez egy pesszimista történet, de számomra azzal, hogy most itt Karinti újra teremtette a választás lehetőségét, és az emberek mégsem éltek ezzel talán nagyobb nyomatékot adott annak, hogy az emberi gyengeség az ott van, a rossz ott van közöttünk, az, hogy Jézus kereszthalála nem elkerülhető volt. Atya, bennem megfogalmazódtak ezek a gondolatok. Jó úton járok? Én azt hiszem, hogy igen. Tehát ez kifejezi azt, hogy a történelemben nincs olyan, hogy mi lett volna, ha. Ez kifejezi, hogy a teológiában, hogy ez nem egy történeti véletlen volt, hogy Jézust elítélték. Tulajdonképpen ezt fejezi ki. Hogy valami szükségszerűsége volt annak, hogy Jézus kereszthalála, amit ő szabadon választott. Ő elkerülhetett volna, ő nem kerül el, mert ő választja ezt. Ez Isten számára a megváltásnak az útja. Tehát nagyon sokszor azt hiszük, hogy ha egy picikét valamit változtattunk volna, akkor minden más lett volna. Hogy nem, ilyen formában nem lehet újra játszani a történelmet, hanem abba kell lépni, ami már volt, ami a realitás, és itt a realitás az, hogy megölték Jézust. Valahogy azt érzem itt így fontosnak, hogy
egyén vagy közösség. Ugye picikét ott van az ellentét, hogy egyénileg mindenki belátja. És erre épít itt ez a novellának a Jézusa, hogy hát nem tudták, hogy mit mondanak, ugye? És ez olyan szép, ahogy János mondta, hogy érdemes lenne végigolvasni, ahogy találkozik az úton mindenkivel, aki már szenvedője ennek a valóban Barabás itt akkor a minden gonosz, hatalmi, elnyomó, kizsákmányoló csoportnak a képe. Ennek az áldozataival találkozik, és Jézus azt mondja, hogy mondd úgy, hogy a Názáretit, mintha azt kiáltanád, hogy az életemet, a házamat, a szabadságomat, a békességet. Tehát nagyon szép ez tulajdonképpen, hogy azt mondd ki, ami neked fáj, amit te elvesztettél így ebben a fájdalmas helyzetben, és hogy nem képes. Tehát, hogy valahogy, amit így mondtatok, hogy külön-külön mindenki belátja a háborúnak az értelmetlenségét, de amikor ott vannak a front két oldal, mégis lövik egymást, hogy akkor mégis ez a gonosz az erősebb. Egy pontig. És ez is egy olyan azt mondom, hogy szép, hát nem szép, ugye külön-külön megismeri Jézus mindegyiknek az arcát, de a sok arcból egyetlen arc lett az esti homályban, óriási fej, mely ostobán és gonoszul és szemtelenül vigyorgott az ő arcába, véres szemei hunyorogtak, és szájából büdös lé szivárgott, és a torkából úgy bömbölt rekedten Barabást. Tehát ez a tömegnek, a gonosszá váló tömegnek van egy képszerű leírás, akkor ez egy megdöbbentően fájdalmas írói leírása, hogy mit jelent ez a dolog. És én azt gondolom... Ez már... Igen? Bocsánat, azt hittem, hogy befejezted, elnézést. Ő csak annyit, hogy számomra nem könnyen felúltható a kérdés valóban még mindig az, hogy miért. Miért nem lesz az egyéni belátásból olyan egyszerűen egy közös belátás? Itt biztos, hogy nem lesz ebbe a történetben. Igen, ez a bizonyos fej, amit ugye Karint itt a novella végén elénk idéz, ez már olyan, mintha az Antikrisztus lenne egyébként, mintha az emberek közössége magát az Antikrisztus testesítené meg. A híres írónak, költőnek, William Butler Yeatsnek van is egy verse erről, az a címe, hogy The Second Coming, a második eljövetel. És ebben a versben is felidéződik ez a bizonyos, hát az Antikrisztus, ami tulajdonképpen újjászületik. 1919-ben írta, tehát picit később, mint Karinti. Nagyon hasonló, érdemes. Nem tudom, hogy van-e arra idő, hogy ezt én most felolvassak belőle egy pici részletet, hogy én ki... Olvassunk, igen, olvassunk fel egy kis részletet, János. Remélem, hogy meg fogom hamar találni. Azt mondja, hogy... Igen, azt mondja, hogy... Most a második verszakot olvasom föl, elolvasom az egészet, talán elég rövid. Azt mondja, hogy a második eljövetel mind tágabb körökben kering, s ha szól már, nem hallja a sólyom, mit mond a sóly már. Széthull minden, már nem tart a közép, a földet anarchia dúlja szét. Vérszín ártatlanság áldozata megfúl, hite hagyott a jó, s a rosszakat a meggyőződés szenvedélye fűti. Bizton a jelenés már közeleg, második eljövetel közeleg, a második eljövetel, és alig ejtem ki a szót, a Spiritus Mundi rémlik elém, sivatagi homokban oroszlán testű emberfejű lény, szeme üres, kegyetlen, mint a nap, combja megmozdul lassan, s körülötte nyugtalan madár árnyak kavarognak. Sötétség újra, de most már tudom, hogy 20 évszázadig kényszerített rá egy bölcső, megkövült lidérces álmot, és hogy ideje jövén miféle vad cammog majd Betlehembe megszületni. Ferenc Győző fordítása.
Tehát ez a bizonyos szörnyű emberi fej. Hasonlóságokat. Igen. Hát igen, nem lehet nem gondolni erre a versre a Karintinak a novellája. Igen. Tán vagy fordítva. Hogyan jelenik meg Krisztus a Karinti novellában? Akkor vizsgáljuk meg Jézus alakját. Ő milyen, a környezete milyen, és akkor itt a szereplőkről is egy kicsit beszéljünk, Pilátusról is. Barabás nem is igazán jelenik meg, csak annyiban, amikor Pilátussal elköltik az estebédet, ugye? De meg sem szólal. Tehát igazándiból Barabásról nincs sok információ, leírás. Ő a címszereplő. Ennek is van egy jelentése, gondolom, vagy jelentősége. Tehát nézzük meg Krisztus alakját, és hogyan indul maga a novella? Talán valakinél ott van a szöveg, István. Végtelenül jóságos. A maga a szöveg nagyon biblikus nyelvezetű. Tehát igen. Azt lehet mondani, hogy szinte megtévesztési a Károli Gáspár fordítását adja vissza, és ebből a szempontból nagyon tipikus karinti novelláról van szó, hiszen ő rendkívül jól tudta utánozni a különböző stílusokat, és én azt hiszem itt is ez tökéletes, szinte tökéletes. Egy-egy mondat talán költői, mint amit, de még ezt se lehet mondani, mert a Bibliában is sok költői rész van, de talán picit sűrűbb, mint ami általában a Bibliában szokott lenni, vagy legalábbis ebben a leírásban a négy evangélium nem ennyire költői, mint ez a szöveg. Végtelenül jóságos. Atmoszférikus valóban, tehát a környezet felé. Igen, arra gondolok, hogy elfeketült nyelvvel vonított a vörös felhők felé. Ez egy kicsit talán irodalmi, mint a vagy amikor azt mondja az egyik tönkretett embernek, hogy ismerlek téged, te költő Valál, aki a lélek rajongó repülését hirdetted, jöjj velem, és amikor intek, kiáltsad a Názáretit, mint ha azt kiáltanád a szabadságot, a léleknek és a gondolatnak a szabadságát. De hát ez is nagyon biblikus, és hát már az első mondat, a harmadik nap alkonyán pedig kilépett a bolt keskeny kapuján, és csendesen megindult az úton. Nagyon szép nyelvezetem. Igen, itt van. Nincs Jézus megnevezve, János. Nincs is, és a nincs legelején, ugyan, de tudjuk, nincs. Hogy kiről van szó. Ez is egy nagyon jó fogás. Ez a kicsit a késleltetés, az, hogy nem nevezi nevén Jézus, de tudjuk, hogy ki ő. Igen. Ugye, aki kilép az alkonyat. És van az üzenet szempontjából is egy nagyon szép biblikus, Jézusi rész. Valóban ez a megbocsátó, a felemelő, ahogy találkozik a három nappal korábban Barabás kiáltó egyik másik emberrel, mindig azzal kezdi, ne sír, állj fel és jöjj velem. Tehát mindig ez a fajta a fölemelő, a bűnből kiemelő, az újrakezdés, új esélyt adó Jézus megint szerintem nagyon szépen eltalálja a teológiai üzenetet. És egyik kulcs szó, hogy mindig szeliden szóhoz, a szeliden szó meg van ismételve többször, hogy nem próbálj őket letolni, hogy most miért változtat meg a véleményeket, úgyhogy, ahogy atya mondta, hogy megbocsájtó és megértő. És a szeliden szó többször megismétlődik. Igen, valóban, tehát Jézus alakja úgy marad meg bennünk, ahogyan a Bibliából megmarad bennünk Jézus. Ez nagyon fontos, a hangulatiság, és bizonyos szempontból ez a történelmi hűség, vagy atmoszférikus környezetteremtés. Ez egy bravúros fogás az író részéről. Pilátusról milyen kép bontakozik ki? Egy nagyon kis kép ez, egy kis jelenet ez. Hasonló az ő alakja is a bibliai Pilátushoz? Vagy a Pilátushoz, ahhoz a Pilátushoz, akit a Bibliából ismerünk? Szerintem igen, hogy a Bibliában is ő a kezét mossa, és ő elhárítja a felelősséget az egésztől. Ő próbálja a népnek az akaratát kvázi beteljesíteni, és itt is
Hát ő leül egy gonosztevővel estebéde, és ottan borozgatnak, iszogatnak. Ez nagyon nehéz elképzelni, de úgy látszik, hogy ebben is próbált egy jó politikus lenni. Tehát szerintem itt is, ebben a történetben is, tehát most alak egy reális alak, ami a Bibliában is, szerepel van elevenítve. Ez egy érdekesebb kép itt, hogy ez a semleges hatalmi tényező, Pilátus pedig gondolkodott, aztán vállat vont. Uh-huh. Kiállva a tornát szélére, csodálkozva nézett végig a sokaságon is szólt. Hát kit bocsássak el. Tehát valahogy egy semlegesnek ott tartott kép, mert igazán a fókuszpont ez az egyéni embereken van, azt gondolom az író számára. Azok a fontosak, és hogy minden más tulajdonképpen félretesz a képből. Igen, hát abból a szempontból a novella, igen, tehát az, hogy vállat vont, ez értelmezhető úgy, hogy hát neki mindegy. Esetleg úgy is lehet értelmezni, hogy tudja, hogy mi lesz, ugyanaz lesz, mint az előző alkalommal volt. Ezt én nem tudom eldönteni, hogy vajon ez a válvonás, ez mit jelenthet az ő részéről. Lehet, hogy csak egy közömbös, hát az lehet, hogy még rosszabb talán, mint hogyha tudja, hogy hát ugyanez. Hát persze nyilván nem is lehet más, mert hát ugye a történetnek be kell teljesülnie. A szép azért a novellában, akármennyire is borzalmas, hogy az emberek egyénileg jók, tehát és jót akarják. Pilátus szerepe talán még negatívabb, mint a Bibliában, de hát ott is elég negatív, ugye, hogy kifejezetten a gonosztevővel vacsorázik. Talán ilyen motívum nincsen a Bibliában, én nem emlékszem rá, viszont hát valóban gyáva, nem mer szembe, tehát nem mer önálló döntést hozni, hiszen ő meg van győződve arról, ugye az evangéliumok alapján, hogy egy ártatlan emberről van szó, de mossa a kezeit, és végrehajtja azt, amit mondanak neki. Nekem valahogy a Matács ember tragédiájából is egy jelenet emlékeztet, amikor a csőcselékről van szó. Uh-huh. Nem tudom, hogy ez Párizsban van, vagy melyik fejezetben van, hogy ott is a csőcselék tulajdonképpen azt a maga útján jár, és akkor Lucifer azt hiszem meg is jegyzi, hogy hát ez, a csőcselék mindig ilyen, ugye? Uh-huh. Úgyhogy úgy látszik, ez egy megismétlődő téma talán a történelemben. A tömegpszichózis, a tömeg ereje, romboló ereje, a tömeg befolyásolhatósága, az, hogy manipulálható a tömeg, és hogy együttesen ez rosszat idézhet elő a társadalomban, a tömeg befolyásolhatósága. Igen, csak a tömeg befolyásban az egyén is a rosszat választja. Természetesen, így az egyén is belemosódik ebben. Ez azért megrázó vagy megdöbbentőbb ez a történet, mert itt egyénileg mindenki a jót így választja. Igaz. Mindenki az. Viszont a tömegpszichózisban arról van szó, hogy az ember elveszti az önálló akaratát. De itt is, János, itt is a szabad akarat az belemosódott a tömeg rossz döntésébe. Egy hangával. Ezt nem tudom. Ez egy hangával, de mindenki azt mondja, hogy Jézus egyénileg, de ami az egész tömegnek az ordítása lesz, az pont az ellenkezője. Tehát épp ez az, hogy az eredmény, a végeredmény. A végeredmény, igen. Igen, a végeredmény, nézzük, mert itt az a döbbenetes, és főleg azután, és számomra most ez a lehetőség, ez azért is még döbbenetesebb, hogy a lehetőség az megvolt, ezek az emberek, ezek a nyomorultak már megtapasztalták Barabás kegyetlenségeit. És még így is a végén egy tömegbe olvadva őt választják. Tehát ez nyomatékot ad a befolyásolhatóságnak, az, hogy igen, egyénenként jók vagyunk, de hogyha együtt vagyunk, akkor a rosszat választjuk. Számomra itt ad nagyobb nyomatékot Karinti ennek, hogy a tömeg veszélyes is lehet. Ez egy érdekes így, hogy ugye van egy mondat, hogy aki János, hogy erre gondolsz, hogy sokaság ezt kiáltotta Barrabás, és rémülten néztek egymásra, meg külön-külön mindegyik ezt kiáltotta Názáreti.
Tehát úgy tűnik, hogy amikor Jézussal találkoznak, akkor mindenki belátja azt, hogy rosszul döntött. Itt is külön-külön mindegyik azt mondja, vagy úgy érzi, hogy azt mondja, hogy a názáretit, és mégis az eredménye az valami más lesz. Tehát ez is egy érdekes, hogy megint, hogy mennyire egy pessimista a kicsengés. Valami tisztulás van. Lehet, hogy nem lehet kikerülni a keresztet, de valamilyen formában, amit Jézus mond, hogy a nép nem tudta azt, hogy mit csinált 3-mal korábban, most valamivel már többet tud. Tehát végül is, ami azért a Jézusi út, hogy tudjunk szabadabban látni, és dönteni, és élni, azért még ebben a pessimista, a történetet meg nem változtató novellában is valami tisztulási folyamatnak a lehetőségét hozza. Ez így van. Igen, itt azért már egy kicsit többről van szó valóban, és az a mondat, amit atya idézett, hogy rémülten jutott el a tudatukig, az emberek tudatáig az, hogy Barabás mondtak, de álljunk csak meg. Ugye? Tehát benne van ez. Igen, de most ez egyébként szerintem talán mindannyian átéltük már ezt, ha nem is ilyen drámai formában, amikor egy sportközvetítés kezdődik, vagy közben is, és halljuk a tömegnek a hangját, az számomra általában egy visszataszító hangzat, amit lehet hallani, egy ilyen vékony, csúnya hangzavar az, ami a stadionokból kijön, amit lehet hallani, akár milyen sportról, vagy mondjuk egy nagy foci mérkőzés során. Nyilván az emberek egyenként, hát nem így, nem ez az ő hangjuk, de az egész hangzat az mégis ez, és nagyon érdekes ezt összevetni, vagy hát kontrasztba állítani azzal, amikor mondjuk egy kórus énekel sok ember együtt, az milyen szép tud lenni. Tehát én csak azért mondtam példaként, de ez nyilván nem magyarázat rá, hogy van ilyen, hogy egyenként az emberek csak beszélgetnek, esetleg örülnek, vagy még akár egy mérkőzésen kiabálhatnak is, de hát az nem olyan borzasztóan rossz, de amit úgy nem tudom, hogy ezt ti is megtapasztaltátok-e már ezt a hangot, ami egy stadionból ki tud jönni, ez az emberi hangok, több ezer embernek az összhangzata, az valami nagyon borzasztó tud lenni, legalábbis számomra. Valami ilyesmi történik itt is, tehát ez is csak egy példa arra, ami történik. Nyilván ennél sokkal nagyobb jelentőségű a novellának az üzenete. Mai szemmel nézve, hogyan kapcsolhatjuk ezt a történetet a húsvéthoz, a húsvét üzenetéhez? Benne van Krisztus feltámadása a történetben, szóval az vitathatatlan, tehát a húsvétnak a fő eseménye megvan, de egy rémálomba megismétlődik, hogy mi lett volna, ha, ugye? Tehát ennyiből ez a történet igaz. Csak a második része az egy fantazmagória, egy rémálom, hogy mi lett volna, hogyha mégis Krisztus apelált volna Pilátus, hogy még egyszer, miután feltámad, hogy hát most meg tudod változtatni az ítéletedet, vagy a nép meg tudja változtatni. Tehát, jó. Számomra azt jelenti, nagyon erős négy nagy bőtlen, és arra hív, hogy van egy újrakezdés lehetősége. Tehát a nagybőjti az egész megtisztulási időszaknak a lényege az, hogy kapok egy új esélyt napról napra, percről percre, egy esélyt arra, hogy tudjam a jót választani. És az egész nagybőjti út végül is akkor az, hogy lépésről lépésre ezt begyakoroljam, hogy ez legyen a habitus. Az, hogy ha álmomból fölébresztenek, akkor is tudjam azt, ami igazán az életadó. Itt olyan szép az, hogy mindegyik tulajdonképpen
az életnek az értékeit vesztette el, és azt mondja, hogy azt mond, azt, ami neked az élet adó, azt választ egyszerűen. Tehát nekem ez az üzenete, hogy Jézus ma is ezt kéri tőlünk, hogy válasszam ezt. Számomra, így amíg Jánosra is várok a beszélgetés végén, számomra az is benne van itt a húsvéti üzenet kapcsán az, hogy a megbocsátó Jézus ott áll, ott van, mellettünk, eljön értünk, visszajön értünk, kinyújtja a kezét, és nem haragtartó. Egy lehetőséget ad, így, ahogy atya is mondta, és ez tőlem függ, ez tőlünk függ, hogy vele megyünk-e, elfogadjuk-e ezt a kinyújtott kezet, vagy nem. Hogy eljött ennek az ideje, lehet, hogy van, amikor még nem jön el az ideje, de utána mindig ott van ez, és ezt tudjuk, hogy ott van ez a lehetőség, ez a nyitottság, ez az út. És bármikor tudok kapcsolódni hozzá az ő üzenetéhez, az ő példájához. És az is, hogy nem vagyunk tökéletesek. A gyengeségünk, sokszor a gyengeségünk is eluralkodik bennünk, de tudjuk azt, hogy van valami, vagy valaki, aki megmenthet. Hogyha törekszünk afelé, akkor fölül is tudunk kerekedni a gyengeségeinken. És ez egy nagy út, amit meg tudunk tenni. Ez a tanítás is benne van ebben a történetben számomra. Hogyha, hát én vagyok én rajtam van most a sor, akkor én annyit mondanék, hogy nem elég egyénileg a jóra törekedni, talán ez a történetnek a tanulsága, hogy az nem elég, az nem elégséges, az nem feltétlenül vezet jóra, hanem meg kell tanulni, megtalálni az összhangzatot, az együttműködést. A sok jó akarat összességében valami borzalmas dologhoz tud vezetni. Talán ez a legfőbb tanulsága ennek a történetnek, mind a mellett persze, amit hallottunk. És ez egy nagyon nehéz feladat, tehát hogy a történelem menete is jól alakuljon, ahhoz az egyénnek a jó szándéka az kevés. Tehát meg kell tanulni együttműködni. Vagyis szükségünk van Barabásra is, ugye? Mert Barabás példája is megtanít minket valamire, az igazság felismerésére, önmagunkat is jobban meg tudjuk ismerni. Erre nem gondoltam őszintén szólva, hogy szükség lenne Barabásra. Én most ezt tudom, ezt nem jó így megfogalmazni, meg kimondani, persze, ezt ki akarja így kimondani, de valahogy igen, szükségünk van erre, hogy egy nagyobb felismeréshez jussunk. Hogy tanuljunk a gyengeségeinkről, hogy belássunk dolgokat, meglássunk, jobban meglássunk dolgokat, vagy ráébredjünk. És szerintem ebben nagy segítségünkre van Karinti, aki rádöbbent minket erre, ezzel a történettel. Én úgy gondolom. Biztos, hogy az éles rosszal való találkozás, ennek a behasító fájdalma, az ad lehetőséget arra, hogy ezt én nem akarom. Uh-huh. Én másképpen szeretném. Ha eddig ezt nem vettem észre, most ezt tudatosan szeretném másképpen tenni. Ez biztos, hogy egy tanulási folyamatnak egy meghatározó, motiváló ereje lehet. Vagyis akkor ez a történet lehet egy példázat is, ugye? Uh-huh. Ez egy példázat számunkra. Ez a behasító felismerés, hogy mi az, amit elfogadunk, és mi az, amit nem. Mi az, ami jó, mi az, ami rossz. És a rossz az hova visz, és a jó hova visz, vagy hova vihet, hogyha a rosszat le tudjuk gyűrni. És akkor szerintem hagyjuk a mai beszélgetést ezzel a zárszóval,
Tehát a húsvéti üzenet, ez a megtisztulás lehetősége, reménye, folyamata, amire mindig szükségünk van, folyamatosan szükségünk van. Én köszönöm a beszélgetést, valóban legyen akkor ez így egy mindennyiunknak egy földkiáltójel, egy kérdőjel, hogy akkor hogyan élek ezzel. Én kívánok még a nagybőti időszakban áldott készületet, hogy legyen olyan belső csend, és amikor valóban ezen lehet gondolkozni, hogy mikor tudok élni ezzel az új lehetőséggel, új eséllyel, és hogy mikor szalasztom el, valóban abból is lehet tanulni. Köszönöm szépen a beszélgetést nektek. Áldott szép estét! Szerintem.